Így indult a reggel és a beszélgetés, mielőtt elindultak. Szerinted mi a frankó? Tényleg van valami a szívével, vagy csak beképzeli magának? Válasz? Hát, én már komolyan nem tudom, hogy mit higgyek. Eleinte kirögtem, de már vagy 3 hónapja ugyanazon óta. Álmában nyomást érez a mellkasán, és majdnem megfullad. Amivel viszont senki nem tud mit kezdeni, az az, hogy csak a szőlőhegyen sehol máshol nem jelentkeznek nála ezek a tünetek. Totál tanácstalanak a dokik, mivel az EKG sem mutat soha semmit. Közben Gábor 2 olyan rugást engedett el a trabantra, mint egy tenyészcsődör, amikor nem engedik rá a kancára. A befagyott ajtót így próbálta, ugyanis engedelmességre bírni. Nem nyílik ez a szar? Kérdezte Zoli. Várj, ne rúgd szét, hozok forró vizet. Majd 2 perc múlva ott állt egy gőzölgő fazékkal a kezében. Gábor elégedetlenségének hangot adva átvette a fazekat, tartalmát pedig igazságosan elosztva mindkét ajtó résein végig csorgatta. A kurva anyját ezeknek a szaroknak morgott közben. Honecker utolsó bosszúja. Ez a kibaszott pozdorja megszívja magát, utána meg szétfagy. Fú, de utálom. Legszívesebben felnyújtanám. Közben az ajtók pedig hangos ropogással kinyíltak. Ne szívd szegény járgányt, ez visz minket a Pál pincéjéhez. És remélhetőleg vissza is fog hozni, mondja neki Zoli. Amúgy nem lennének ilyen problémák, ha végre csinálnál neki egy garázsforma valamit az udvarba. Kinnál az utcán, nem csoda, hogy így áll bosszút. Egyszerűen nem szereti a ridegtartást. Oké, ne érzelgősködj, mondja erre Gábor, majd betakarom lópokróccal. Igaz? Aranybogaran fordult a trabanthoz. Tudod, hogy nem gondoltam komolyan az előbbit. Aztán egy átszellemű pillantás kíséretében fagytó ragadós csókot nyomott a motorháztetőre. Azt a mindenit, pislogott Zoli. Ez nem volt semmi. Szinte hallottam, hogy serceg a pofád, amikor elszakítottad a kasztitól. De azért nagyon megható volt. Mindjárt könyvbe is lábad a szemem. Ugye? Vigyorgott Gábor. Na jól van, indulás, tudja, hogy a Pál már pucolja a hagymát a vargányás vaddisznóhoz. Jól van, csapja lovak közé, zárta le a dumát Zoli. Majd a kocsmánál pedig állj meg, beugrunk egy sörre, meghívlak, még cigit is veszek neked. Na mit szólsz? Jól van, bratyó, ha úgy érzed, hogy ettől jobban leszel, ám legyen. Két oldalról áthajolva a tető felett összecsapták tenyerüket, majd nagy nehezen beült a trabantba a 2 tesó. Hát nem volt könnyű feladat, mindketten 100 kilót nyomtak alsó hangon, a vastag téli kabát meg csak fokozta a terebélyességüket. Először Gábor ült be, becsapta az ajtót, fél oldal fordult, hogy beférjen a bátyja is. Aztán miután bespájszerolta magát Zoli is, fél oldalasan fészkelődött egy keveset az anyósülésen, hogy ő is be tudja vágni az ajtót. Ahogy Zoli mellett is kattant az ár racsnia, jöhetett a menetirányba fordulás. Hát épp hogy csak elfértek. Ha csak egy centivel lett volna valamelyikük szélesebb, biztos, hogy kinyomják az egyik oldalsó szélvédőt. Nyomosd a fűtést, töcskös, mert rögtön belén fagy az összes ambíció. Nyugi, tesó, néhány perc és meleg lesz itt, mintha bent lenne egy cserépkályha. Hát nem lett olyan meleg, sőt semmilyen meleg nem lett. A fűtés ugyanis beadta a kulcsot. Mire odaértek a kocsmához a sörre és cigért, valóságos jégvirágkertészet nyílt már a szélvédőn. A sört megitták, egy felessel kísérve, csak a hidegre való tekintettel, a cigit megvették, aztán újra beszenvedték magukat a trabantba. Gábor, ahogy véglegesítette a helyzetét a kormánykerék mögött, rágyújtott egy cigire, és már indultak is. Hát mulatságos látványt nyújtott ez a 2 nagy darab faszi, ahogy mozgásképtelenül szorongtak a szappantartó méretű kocsiban. Gábor úgy ült bent, mint egy medve. Szájában a cigivel, kezek a kormányon, nyak behúzva, fej előre szegezve, hogy kilásson valamennyire a jégvirágok közt. Beszélgetés helyett egész úton csak egy enervált zsörtölődésre futotta az energiájából a nagy szoroskodásban, amikor egy bőszoknyás öregasszony ház előtt száguldoztak el, aki éppen a járdát sózta a jegesedés ellen. Majka, elszórja a sót, mi lesz a sonkára? A nagyjából 20 perc trabantozást túlélve sikeresen leparkoltak a présház előtt úgy, hogy a jármű teljes hosszának első fele eltűnt egy kupac hóban. Hát ez hihetetlen, mondta Zoli. Direkt csinálod ezt minden alkalommal, amikor van benned pia, vagy tényleg nem látod, hogy mi van a kocsi előtt? Nem értem, miért reklamálsz, forgott Gábor. Szerintem kurva jó buli így borogatni. Pont, mint az amerikai filmekben. Mindig, amikor megérkeznek valahova, felborítanak egy kukát, de minimum neki csattannak valaminek. Ja, bólogatott Zoli. Múlkor te is faszán csináltad a kukás mutatfajt a kocsm előtt. Berepült az ajtón, mint a szar. Jó, hogy nem találtál senkit. Meg a Mátek Robi, amikor részegen kivitt a bálból egy karosszéket, hogy az út közepén trónoljon. Hát őt is csak megpöccenteni akartad, mégis legalább 4 métert röpült.
Gábor felhúzott vállakkal széttárta erre a karját. Sérülés nem történt, így nincs jelentősége. Közben az érkezés és a beszélgetés zajára kilépett a szőlőhegyi pincéből Pál. A két tesóhoz meg oda került valahonnan egy jól megtermett német juhász kutya, hogy boldog csaholással csatlakozhasson hozzájuk. Ha, na mi van, zsiványok? Végre megjöttetek, üdvözölte őket. Szevasz, palikám, köszöntötték viszont a tesók. Totál egyszerre, majd Gábor kérdéssel folytatta. Itt aludtál az éjjel? Tudod, a szíved miatt. Lófaszt, nem merek. Inni sem merek, mert hát-hattól van a baj. Bár, ami azt illeti, otthon nyugodtan piálhatok, sosincs ilyen problémám. Na, akkor ez csak egy bizonyos helyekkel összefüggésben hozandó pánikbetegség lehet. Valamiféle posztraumatikus stress disorder, szindróma, vagyis PTSD állapította meg a diagnózista magát néha orvosprofesszornak képzelő Zoli. Hogy érthetőbb legyek, palikám, győzd le a benned lakó démonokat és basszál be, mint egy mocskos állat. Hát, lehet, hogy igazad van. A dokik szerint is csak beképzelek valamit, az váltja ki ezt a szart. Na jól van, elég legyen a kórképek elemzéséből, csatlakozott be a társalgásba Gábor. A végén még én is megbetegszem miattatok. Pedig nem is vagyok hipohonder. Menjünk, azt ígyunk valamit. Így van, toljunk az agyba, mondta egyetértően Pál. Gábor, közben te melózni is fogsz, ugye tudod? Ha már úgyis szakács a szakmád, még nincs előkészítve a hús és a gomba. A főzés, fűszerezés az én dolgom lesz, saját specialitással fogok előállni. Ha csak nem fogok addig a teljesen elgörbülni. Jól van, Palkó bátyó, megoldom. Essünk neki, mert már olyan éhes vagyok, hogy a szalámi szendvicset vaj nélkül is megenném. Azzal bementek a fűtött pincébe, hogy kezdetét vegye a főzős ivós tivornya. Pár perccel később a kaparászásra, a kutya is belett engedve. Ki ez az Ed? Kérdezte Gábor a nagy darab német juhásszal való haverkodás közben. A nyáron még nem volt neked ilyened. Hát magától keveredett, de körülbelül 3 hónapja válaszolta Pál. Szerintem kirakta valami bunkó, hogy a sorsára hagyja. Amikor jövök, azonnal megtalál. Nagyon aranyos kutya. Már teljesen ide szokott. Mondjuk nem csoda, hiszen mindig kap valami kaját. Amikor itt alszok, akkor is itt van velem, bent a pincében. Távol tartja a rossz szellemeket. És elneveztem egy órúnak. Egy órú, vakargatta a fejét Zoli. Az jó, nagyon szép név. Ej, de imádom én ezeket a jó kis hegyi bulikat, folytatta hirtelen a bortól szófosásra gerjedve. Még mindig Zoli. Megfizethetetlen ez a vidéki levegő. Ham! Szinte harapni lehet. Pesten állítólag évente 300-an patkolnak el csak a légszennyezettség miatt. El tudjátok képzelni? Kurvára szararány. Meg itt van ez a kaja. Az a fitness muki a tévéből, ha megenne belőle egy kanállal, azonnal sokkot kapna a szervezete, és úgy fölborulna, mint egy büdös bogár. Sajnálom is emiatt néha a faszit. Olyan gyámoltalan. Semmi férfiasság, de még csak felnőttiesség sincs benne. Ha élne szegény öreganyám, még a végelgyengüléses napjaiban is simán falhoz vágna. És mindez mi miatt? A sok szar, műzlis, meg mindenféle diétás fasság miatt. A feleségem meg, hát én nem tudom, milyen enzimek hiányozhatnak a szervezetéből a fitnesses étrendjüknek köszönhetően, de olyan beteg feje van azzal a kimerett tekintetével, hogy csuda. Az agya meg egyszerűen képtelen működni. Még a beszédközpontja is rendellenesen funkcionál. Nem elég, hogy hülyeségeket mond, de még kimondani se tudja. Ijesztő még bele gondolni is, hogy mi mindent vonnak ezek meg maguktól. Pince pörkölt. Ez rendbe tenni mindkettőt, az kurva élet. Teljes mértékben igazad van, mondta Gábor, aztán a kezébe adott egy pohár zalagyöngyét. Én azt mondom, folytatta Pál, hogy amit a test megkíván, azt meg kell adni neki. Ha zsírszalonna kell neki, akkor azt. Ha vathús a szúval, akkor azt. Ha meg jól be akarok baszni a zsíros marha pörkölt után, akkor az legyen. Ez a természet és a természetesség lényege. Márpedig amit ez a fitnesses pár csinál, az nagyon nem természetes. Emiatt olyan természetellenes az a fitness guru csaja is. Hát minden megvan magától. Se kaja, se pia, csak torna, meg szilikon a csöcsökben, meg a vádliba. Nem azt mondom, hogy nem kefélném meg részeget, de még józanul is, ha ide áll elém, és azt mondaná, hogy hú, de kívánom a szőrös, hájas testedet, te pali. Gyere gyorsan és basszál jól meg, mert az uram csak maszatol, köhög, nyög, veri a víz, és csak összetaknyoz, mikor fél perc után elélvez. Hát, szóval egy ilyen felkérésre nem tudnék nemet mondani, sőt, talán még fizetnék is érte. De mindettől eltekintve, nekem nagyon nem jönnek be az ilyen nők. Attól félnek, hogy a mellbekúrás után azt kell látnom, hogy egész máshol van a szilikon. Ne elmélk egy ilyesmit, nehogy megint előjöjjön a szívbetegséged, mondta Gábor a húsdarabolása közben, miután ledobott a padlóra egy jókora inos mócsingot egy órúnak.
Hagyja, így is úgy is előjön. Ha itt alszom, mindig fulladok. Úgy érzem, mintha egy zsák cement lenne a mellkasomra téve. Ha meg hason fekszem, akkor a hátamon érzem ugyanezt. Volt, hogy azt álmodtam, hogy egy úthenger járkál ide-oda rajtam. De már nem is érdekel, leszarom, ma is jól bebaszok, ezt megígérem. Különben is a józanság beszűkít, az ittasság viszont kitágít. És itt nem a vérerekre gondolok, hanem az elmére. Az elmére, úgyhogy ma nagyon ki fogom szélesíteni a tudatom. Kerülgethet a szívbaj. Ha eddig nem döglöttem meg, talán ma sem fogok. Pál betartotta ígéretét, nem volt nagy megpróbáltatás számára valójában, mivel többet ívott annál, hogy kevésbé, tehát így kevésbé retteget a szőlőhegy éjszakától és az azzal járó szívbetegségtől. Egész nap ettek, ittak, röhögtek, nótáztak, mint az őrültek, kibeszélték egymás és más dolgait egyaránt. Szó esett a politikától elkezdve, a hagymásbomb elkészítésén keresztül az űrhajózásig mindenről, de persze a három fő beszédtéma, mint minden férfi társaságban, a pia, pina és a szarás volt. Szóval, jól telt a szombat. Aztán szép lassan rájuk esteledett. Elnyomta mindhármukat a rengeteg bor. Zoli és Gábor egy-egy fotelban ájult be, Pál pedig a pincében található egyetlen kanapén. A kandalló jellegű kályha üvegbetétes ajtaján keresztül gyönyörűen bevilágította, és hangulatossá varázsolta az izzó parás fénye a kis pincét. Ők hárman pedig békésen hortyogtak. A látvány olyan képet nyújtott, hogy akár egy mesekönyvbe is beillett volna, mint képes illusztráció. Aztán hajnal tájt, Zoli arra ébredt, hogy másodpercek választják csak el a behugyozástól. Kívánszorgott a tökigérő hóba, hogy mielőbb ott hagyhassa sárga névjegyét némi brunnyogos szellentéssel kísérve. Mert ugye egy jó húgyozás fingás nélkül szar sem ér. Aztán ahogy végzett, sietősen menekült vissza a csípős minuszok elől még mielőtt meglevesesedne az orra. A pincében azonnal a kájához lépett, hogy életet leheljen a még izzó, de nagyon gyengén pislákuló parázsba. Megrakta vékonyabb fahasábokkal, húzatot adott rá, a tűz pedig egy perc múlva már ropogva újra melegen világított a kicsinke helyiségben. A néha magát orvos professzornak képzelő Zoli visszaült a fotelba és a lángot adta világosságnak. Hála, egy pillanat alatt ő is megvilágosodott a Pál szívbetegségével kapcsolatban. Pál édesdeden hasonfekve aludt. Jobb keze a fej alatt, mint egy párnát helyettesítve, a bal pedig lelógott az ágy mellé. Ha lett volna ott egy éjjeli edény, egy bili, akkor tuti, hogy benne lettek volna az ujjai. Zoli csendben felébresztette öccsét, hogy jól kiröghessék magukat, mielőtt meggyógyítja vendéglátójukat. Mikor mindketten úgy érezték, hogy elég volt a csendes halottából, és tovább már nem bírják visszatartani a hangos röhögést, Zoli odalépett, hogy megoldja a szív problémákat, és lelökte Pál hátáról a hideg padlót nem kedvelő, alvó egyorrút. Ennyi volt a sztori.